Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának július 17-i adását látják. Mai adásunkban az elmúlt hét eseményeinek összefoglalóival, programajánlóval és sporthírekkel jelentkezünk. A koronavírus és annak variánsai továbbra is jelen vannak Európában, több országban újra emelkedik a fertőzöttek száma, melyet a delta vírus mutánsnak tudnak be. A betegség súlyos lefolyása ellen továbbra is a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra, és már fel is vette azt, aki még nem, annak sem késő. Regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet. Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az eest.gov.hu honlapon. Most pedig lássuk képes tartalomjegyzékünket. Megáldották az újraállított 13 város utcai keresztet a városrész lakóinak jelenlétében. Sorompót telepítenek a Hild Parkon átvezető útra, amelynek kihelyezése a térre látogatók biztonságát és nyugalmát szolgálja. Számos premiérfilm érkezik a következő hetekben a Sárvári moziba, mely a hatályos kormányrendelet értelmében már védettségi igazolvány nélkül is látogatható. Egy kutatási projekt keretében a Soproni Egyetem által vezetett konzorcium a fenntartható mezőgazdálkodás megalapozásának lehetőségeit kutatta, a bajti erdőben egy csemetekertet is felavattak. A Nádasdi Kulturális Központ az idei évben is megrendezte zenekompót rendezvényét, melyen egy héten át minden este más stílusú zenét hallgathattak a sárváriak. Újoncként nyerte meg a Fülöp Borozó és Zöldfa Italkert TSE csapata az NB3-as Teke Bajnokság nyugati csoportját. Megáldották az újraállított 13 város utcai keresztet a városrész lakóinak jelenlétében. A Sárvári Városszépítő Egyesület, a Sárvári Kerékpáregylet és Burka Zoltán helytörténeti kutató összefogásának és szervező munkájának köszönhetően újulhatott meg a városrészben 1846-ban felállított kőkereszt. A 13 város utcai kereszt megáldására eljött a városrész apraja és nagyja. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel városunk és a megye vezetői is. A házigazda Vavzsák Zsolt, a Sárvári Kerékpáregylet elnöke volt, aki elmondta, hogy rajtuk kívül a Sárvári Városszépítő Egyesület és Burka Zoltán helytörténeti kutató szervezték a kereszt megmentéséért indult összefogást. Nagyon nehéz volt a kritikus időszakban összefogni az embereket, hiszen a járványidőszaka alatt történt az összefogás. Erre nagy segítséget adott a digitális technológia. Gyakorlatilag kevés személyes jelenléttel, de a közösségi médiát felhasználva, a 13 városiakkal meglévő szoros kapcsolat segítségével sikerült összegyűjteni 863 ezer forint pénzadományt, és körülbelül több mint 250 ezer forintnyi anyagi támogatást, amely jelentette a különféle eszközök, építőiparanyagok adományozását, festékeket, önmagában az alapozás elvégzése és egy teljes adományból jöhetett létre. És hát a hitünk az, ami ide vezetett, hiszen most már ugye a második keresztet újítjuk fel az elmúlt három évben. A csúnyán Tesco keresztként elhíresült fekete vagy Hergovics-féle kereszt sikeres renoválása után kezdtünk hozzá ennek a keresztnek a felújításához, és jó látni azt, hogy az elmúlt napokban egyre többen kerestek meg bennünket azzal, hogy a városban, ő előttük, az ő utcájukban, az ő környékükön van még felújítandó kereszt, és legyünk szívesek, segítsünk ennek a keresztnek a felújításában, az összefogás megteremtésében. Az ünnepségen Kondora Anikó ismertette a 13 város utcai kereszt létesítésének kötelező levelét 1846-ból. A kereszt történetéről Burka Zoltán helytörténeti kutató szólt. Igen, ez egy nagyon régi közösségi kereszt. Ugye azt gondoljuk, hogy 1846, mindig azt emlegetjük fel, akkor lett alapítva vagy állítva ez a kőkereszt, de 1711 310 éve volt a nagy járvány, és azóta mindig volt itt egy fakereszt.
Ugye azt kell tudni, hogy ez a 13-asban mindig egy erős közösség volt, és azóta mindig ez egy örök emlék, hogy elnéptelenedett ez a helyiség. Ugye azt kell tudni, hogy elnéptelenedett, nem voltak itt emberek. Maga Sárvár is a templom romokba állt, új embereket, új lakosokat kellett betelepíteni. Sőt, volt olyan írás, amikor megemlítettük, hogy csak németül beszélt ez a település. Újra elmagyarosodott szinte. Új emberek vannak. Ugye találkozunk olyan nevekkel, hogy Hergovics vagy éppen német. Olyan neveket voltak, német neveket nem tudnak kimondani, és ugye ezért maradtak ezek a magyar, sőt, német elnevezés. És honnan jött az ötlete, hogy fel kellene újítani ezt a keresztet? Hát hívott a közösség, úgymond én láttam ezeket az állapotokat, hogy azt még nincs semmi baj, csak a kereszt. És ugye láttuk, hogy a hátsó felén már kikandikálnak a kőből azok a szerves, régi szerves vegyületek, ezek a csigák, nem? És akkor ugye, amikor elvittük a restaurátor műhelybe, kiderült, hogy igazán volt, hogy igenis bomlik ez a kő. Ugye egy újra meg kellett ugye szilárdítani, új, meg kellett erősíteni, és megcsináltuk. És akkor ugye ez a közösség hívott, és akkor láttam, hogy van benne erő, már csak az volt, hogy láttuk, hogy meg lesz ez a kereszt, csak arra kell vigyázni, hogy minél egészségesebben, úgymond, követelmények meg legyenek, ugye a minőség, az elvárás, amit várnak tőlünk, azok meg legyenek tartva mindig. A 13 város utcai lakók nevében Herkovics Ferenc mondott köszönetet az összefogásért. Az önkormányzat képviseletében Kondora István polgármester méltatta a civilek tevékenységét. Mint mondta, a megújult kereszt jól mutatja a közösség lelki erejét és hitét. A keresztet, illetve az összegyűlteket Böjti Balázs katolikus plébános, Pető Attila evangélikus lelkész és Szent Györgyi László református lelkész áldották meg. Közreműködtek a rendezvényen Juhász Balázs és Kóta Pál népzenészek. Vavzsák Zsolt egyleti elnök szólt a megújult kereszt jelentőségéről is a rendezvény végén. Segítségül hívom Boldog Apor Vilmos szavait, aki úgy fogalmazott, hogy a kereszt erősíti a gyengét és szelídíti az erőset. Ezt jelképezi nekem a kereszt, aki egyrészt alkalmazott pszichológiával embereken segítek, a lelki nehézségeik megoldásában támogatom őket, és római keresztény katolikusként pedig a vallásom gyakorlása révén a kereszt adta remény, bizakodás, a megújulás, ebben a nehéz időszak megújulásnak a kifejezése számomra a kereszt. Az ünnepséget követően a Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete és a 13 Város utca lakói látták vendégül a résztvevőket, és kötetlen beszélgetés kezdődött. A rendezvény biztonságáról Sárvár Város Polgárőr Egyesületének tagjai gondoskodtak. Az STKH Sopron Nonprofit Kft. Végzi Sárvár területén a hulladékszállítást. Tájékoztatásuk szerint július 1-től Sárvár több utcájában megváltozott a szelektív hulladék elszállítás rendje. A továbbiakban csütörtök helyett szerdán kerül elszállításra a szelektív hulladék a következő utcákban. Almáskerti, Barackfa, Bodza, Búzavirág, Celi utca, Eperköz, Felső Sótonyi, Harangvirág, Herpenyő, Hóvirág, Ipartelep, Iskola, Kilátó utca, Kisiparos üzletsor, Kopácsi dűlő, Körtefa, Lilium, Magasházi, Májvaköz, Ostviasszonyfai utca, Otelló, Péntekhegyi utca, Pipitérköz, Sótonyi, Százszor szép, Szilvafaköz, Tölgyfa, Újhegy, Vöröskavicsos, Arad, Dorottya, Esze Tamás, Őri Vilmos, Kanizsai és Orsolya utca. Az első szelektív gyűjtési nap július 28-a lesz a felsorolt utcákban. A város többi utcájában nem változik a szelektív gyűjtés napja. Részletes táblázatot, minden utcára vonatkozó információt a Sárvári Hírlap 2021. július 16-i lapszámában és a sárvárváros.hu weboldalon találnak. Sorompót telepítenek a Hild Parkon átvezető útra. A közelmúltban újult meg a Hild Park, ahol számos vendéglátóegység is működik teraszokkal. A sorompó kihelyezése a térre látogatók biztonságát és nyugalmát szolgálja.
A Hilt Park Kossuth tér felőli bejáratánál, a Szilveszter János utca elején földmunkálatokkal, térkőbontással kezdődött a behajtást korlátozó sorompó működtetéséhez szükséges villanyhálózat kiépítése. A sorompó rendszámtábla felismerő kamerával lesz ellátva, így korlátozzák a behajtó autók számát. A sorompó működésétől kezdve magánút lesz majd a parkon átvezető út. A Hilt Park egy Európai Uniós pályázat keretében 235 millió forintos támogatásból készült el. Sárvárváros önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kapcsán meglévő zöld területeinek fejlesztését, minőségi bővítését. A Hilt Parkban árnyékoló lombhullatok, klímatűrő fasorok, cserjesávok, többszintes zöld felület kapott helyet. Két szökőkút is működik a parkban. A közterületek vonatkozásában különös jelentőséggel bír a kereskedelmi szolgáltató funkciójú terek megújítása, figyelemmel az idegenforgalmi szempontokra is. Helyi környezet és természetvédelmi szempontból fontos az épített környezet természetes, illetve természetközeli állapotának megőrzése, rekonstrukciója. Kiemelt cél, hogy az önkormányzat a gazdaság élénkítését szolgáló fejlesztési tevékenységekkel járuljon hozzá, különösen a kis- és középvállalkozások fejlődéséhez. Ennek egyik szép példája lett a Hilt Park, ahol számos vendéglátó egység is működik teraszokkal. A rendszámtábla felismerő kamerával ellátott sorompó kihelyezése, a térre látogatók biztonságát és nyugalmát, az itt tartott koncertek, egyéb rendezvények zavartalanságát szolgálja majd. Számos premiérfilm érkezik a következő hetekben a sárvári moziba, amely a hatályos kormányrendelet értelmében már védettségi igazolvány nélkül is látogatható. A Kabos mozi nyári kínálatában akciófilm, kalandfilm, animációs film és vígjáték is szerepel. Két hónapja nyitott meg újra a sárvári mozi az arénában, a nyár beköszöntével pedig még szélesebbre tárhatja a moziterem az ajtaját. A hatályos kormányrendelet értelmében 2021. július 3. napjától a Kabos László Filmszínházban sem kötelező a szájmaszk viselése, valamint már védettségi igazolvány nélkül is látogathatók a vetítések. Az érvényben lévő szabályokról Vámos Zoltán, a Sárvári Sportfólió Kft. Ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást. Július elejére jutottunk el odáig, ahol 2020 márciusában abba hagytuk. Gyakorlatilag védettség igazolvány nélkül lehet látogatni a mozi előadásainkat. Természetesen vannak olyan igényei feltételek, amiktől nem tekintünk el, ezeket előírásokkal. Erre nem köteleznek minket, de mi mégis úgy gondoljuk, hogy a nézőink biztonságérzetét növeli, hogyha fertőtlenítési lehetőséget biztosítunk, vagy akár aki kéri, annak széktávolságot is tudunk biztosítani, tehát ki tudunk hagyni két néző között egy-egy széket, hogyha valaki kifejezetten ezzel a kéréssel fordul hozzánk. Tehát nagyon örülünk neki, hogy végre úgy érezzük magunkat, mint egy rendes, normális mozi üzemeltető. Az utóbbi hónapokban szerény kínálattal tudtak működni a mozik, a pandémia a filmforgalmazásra is nagy hatással volt. De végre felpöröghetnek a mozigépek, hétről hétre újabb filmek mutatkoznak be. A forgalmazóknak köszönhetően Sárvárra is érkeznek a premier filmek. Az első ilyen nagy durranás talán, nyilván, hogyha a halálos iramban 9. részét nem számoljuk, az a Fekete Özvegy című film, amit a héten mutattunk be. Ez a Marvel univerzumnak egy spin-off története. Az a különlegessége a filmnek nyilván azon túl, hogy egy elképesztő látványvilágot meg egy jó sztorit mutat be, hogy Magyarországon forgatták. És nyilván az, hogy Scarlett Johansson a főszereplője, de számtalan ok van, amiért érdemes megnézni. Tehát ennek a premierje július 8-án csütörtökön volt, műsoron van nálunk, és műsoron is lesz a következő időszakban. Jönni fog egy olyan film, amit én személyesen nagyon várok méghozzá azért, mert az első rész 25 évvel ezelőtt a mi gyerekkorunknak egy ilyen ikonikus, legendás filmje volt. Ez a Space Jam-nek a második része, ami annyi változtatással érkezik hozzánk, hogy
Michael Jordan helyett LeBron James a főszereplő, tehát a mostani kosárlabdakornak az ikonja, és nyilvánvalóan a tapsi-hapsi és mindenki, aki az első filmben szerepet kapott, most újra megjelenik a vásznon. Ez az a film, ami július 15-én fog érkezni, premierben adjuk mi is, és várjuk nézőket rá. Aztán a július közepe további olyan filmeknek ad még helyet, mint a Szilaj Zabolátlanok című animációs film, ami egy nagy sikerű DreamWorks Netflix sorozat alapján készült, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Aztán még július közepén érkezni fog egy magyar film is, méghozzá a Becsúszó Szerelem című, ami egy kedves vidám történet, Vas megyei vonatkozással az egyik szereplője, ugyanis Szelde Mölki, tehát már csak ezért is érdemes lesz majd bekukkantani. Vámos Zoltán kiemelte, a filmajánlók alapján jó filmek érkeznek majd augusztusban és szeptemberben is a moziba. Az aktuális kínálatért érdemes ellátogatni a Kabos Mozi oldalára, a sárvármozi.hu webcímre, ahol biztonságosan előre meg is lehet vásárolni a jegyeket. Magyarországon közel 700 ezer hektár olyan kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági terület található, amelyek hasznosítására jó lehetőséget kínál az innovatív módszerek bevezetése. Egy most záruló kutatási projekt keretében a Soproni Egyetem által vezetett konzorcium az agrár-erdészeti rendszerek hazai adaptációjának, ezen keresztül a fenntartható mezőgazdálkodás megalapozásának lehetőségeit kutatta. A Sárvári Erdészeti Tudományos Intézethez tartozó Bajti erdőben egy csemetekertet is felavattak. A Soproni Egyetem az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében nyert pályázati támogatást az agrárerdészet nyújtotta új lehetőségek vizsgálatára. A projekt záró rendezvényét július 6-án tartották a Soproni Egyetem erti Bajti Csemete kertjében. Itt egyeztetett egymással egy jövőbeni együttműködésről dr. Márti Vadar, Sárvár alpolgármestere és professzor dr. Fábián Attila Gábor, a Soproni Egyetem rektora. A Soproni Egyetem 2020. augusztus 1-től alapítványi egyetemi formában működik, modellváltó egyetem, és ennek a belső átalakítását többek között az is segíti, hogy az egyetem a tanulmányi erdőgazdasággal és a sárvári székhelyű Erdészeti Tudományos Intézettel fog együtt dolgozni a jövőben. Természetes az, hogy korábban is megvoltak a kapcsolataink, csak most már egy családba tartozunk, úgyhogy együtt kell kitalálnunk mindazt, amit a jövőben szeretnénk fejleszteni, kutatásban, oktatásban és egyebekben. Én úgy hiszem, hogy az Erdészeti Tudományos Intézeten keresztül Sárvár bekapcsolódhat az egyetemi városoknak a hosszú sorába, mi pedig szeretnénk, hogyha Sárvár városával is, és természetesen az ERTI-vel is olyan kapcsolatot építhetnénk, hogy akár az arborétum segítségével, akár az ipari együttműködések segítségével komoly oktatási, kutatási tapasztalatokat adhassunk át és kaphassunk a várostól egyaránt. Sárvár városa a Soproni Egyetemhez csatlakozott Sárvári Erdészeti Tudományos Intézeten keresztül szeretne közös projekteket indítani a Soproni Felsőoktatási Intézménnyel. Én azt gondolom, hogy egy egyetemi együttműködés egy településsel csak előnyöket hozhat, illetve meg kell találni azokat a közös lehetőségeket, amelyekből közösen és pozitívan tudunk valamilyen szinten együttműködni. Én nagyon örülök annak, hogy amúgy a Soproni önkormányzattal is jó kapcsolat révén, meg hát egyébként a fuvószenekarok révén is nagyon jó kapcsolat, és hát épp itt rektor úrral beszélgetünk, hogy akkor most még egy lábat tudunk ennek az együttműködésnek majd kreálni a következő időszakban, és most az ötletelés és az ötletgyűjtés időszaka következik. Úgy beszéltük meg, hogy az augusztusi időszak erre pont alkalmas, hiszen az őszi időszakban már a következő uniós ciklus pályázati kiírása is és megjelenhetnek, akkor pedig érdekes lehet egy együttműködés, persze a vállalkozási szférát is bevonva. Ugye érdekes az az együttműködési láncolat, amely itt kirajzolódik, mégpedig az a Helix modell alapján történő együttműködés, ami az akadémiai, a vállalati és az állami, jelen esetben az önkormányzati láb körül zajlik.
És azt szokták mondani, hogy ez a hármas talapzat, egyébként aztán a legutóbbi kutatások már kiegészítik mindezt a civilek, illetve a média támogatásával is. Tehát, hogy mondjuk ezzel a négyes talapzaton milyen jó együttműködéseket lehet kitalálni, és egyébként fenntartható módon működtetni. Mert hogy a helyszín, ahol egyébként most vagyunk, ez azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak egy nagyon fontos pillére és helyszíne, és sokszor talán a sárváriak nem is tudják, hogy ez létezik, ez a helyszín, egy kicsit még nehéz is ide találni, és valóban csak a szakemberek tudják azt, hogy ez a helyszín, ez egyébként a jövő kutatásai szempontjából is nagyon fontos. Az agrárerdészeti projekt záró rendezvényén adtak át egy kísérleti ültetvényt Bajtiban, amelyben a tervek szerint 20 éven keresztül figyelik a változásokat. Több funkciós növényeket telepítettek a kertbe, így nyárfát, mellette sóskát, lándzsás ütifüvet és kismeténget. Továbbá talajtakarónak használják a mélegelőt. Az agrárerdészet ma Magyarországon egy alternatívát ad, egy termesztési forma tulajdonképpen. A nagyüzemi termesztések nem helyettesíthetők ezzel a típusú agrárerdészeti rendszerrel, de az ökoszisztéma szolgáltatási rendszerekben jelentős szerepet tölt be, hiszen növeli a biodiverzitást, a klímaváltozással kapcsolatban pozitív eredményeket mutathat föl, a területek mikroklímáját javíthatja, tehát számos olyan előnye van, amit ma nem igazán fejezünk ki pénzbe, pontosabban kifejezzük ezeket az értékeket pénzben, de nem tőzsdén, illetve bankban kezelhető értéke van ezeknek a szolgáltatásoknak. Természetesen erre már létezik egy értékelési rendszer. Ezt a pluszt, hogy például több faj van egy területen, párásabb a klíma, ezeket tudja nyújtani az ilyen típusú termesztés. Dr. Gribovszki Zoltán intézetigazgató az agrárerdészeti rendszerek sikeres alkalmazása kapcsán a vízzel való hatékony gazdálkodásról beszélt. Én úgy gondolom, hogy az agrárerdészeti rendszereknél is egy fontos kérdés az, hogy hogyan történik a csapadék megosztás tulajdonképpen. Az itt lévő foállomány az hogyan tud gazdálkodni a vízzel, illetve mennyire másként tud gazdálkodni a vízzel, mint az itt lévő látszárúak köztes termesztés növényei. Én azt hiszem, hogy abból a szempontból kedvezőbb a rendszer mindenképpen, hogy a fásszárú növények általában térben és időben is eltoltan próbálják ezeket a vízkészleteket hasznosítani, kiegyenlítetten. Gondolok itt arra, hogy gyökérrendszerük általában jóval mélyebb, és ez műveléssel akár mélyebbre is tolható, ezáltal ők a mélyebb talajnedvességhez, illetve kedvező körülmények között, most is a Rába árterében vagyunk, az elérhető talajvízszintből tudnak táplálkozni, ezáltal ők tudják a saját vízkészletüket olyan vízformákból fedezni, amik a látszárúak számára nem elérhetők. Mégis a látszárúak számára kedvezőbb klímát teremtenek, árnyékolják őket, és vannak olyan elképzelések, hogy ezt a plusz vízkészletet még szét is tudják osztani a mérő felhozva a felszín közelében, és ezáltal még a talajnedvességet is bizonyos esetben növelni tudják. A kutatók szerint érdemes lenne a bajti kísérleti ültetvényt a gyerekekkel is megismertetni, hogy az agrárerdészet tapasztalatait már a családok is hasznosíthassák saját kertjeikben. A Nádasdi Kulturális Központ az idei évben is megrendezte zenekompót rendezvényét, melyen egy héten át minden este más stílusú zenét hallgathattak a sárváriak és a városunkba látogató turisták. A rendezvény az NKA hangfoglaló program és az Emberi Erőforrás Támogató Központ segítségével valósult meg. A Nádasdi Kulturális Központ zenekompót című rendezvénysorozatát 2019-ben rendezte meg utoljára. A rendezvény célja, hogy minden este más és más stílusú zenéket mutassanak be a Nádasdi várba ellátogató vendégeknek. A hét során hallhattunk retro diszkót, rockabillyt, countryt, jazzt, rockot, etnofolkot, valamint tribute zenekarokat. Molnár Andrea, a Nádasdi Kulturális Központ közművelődési csoportvezetője foglalta össze az egyhetes programsorozatot.
izgalmasra, és nem utolsó sorban a leghosszabbra is, hiszen ez volt az első év, amikor hétfőtől vasárnap tényleg minden nap zene volt. Utoljára 2019-ben találkozhattunk a Zenekompóton a közönséggel, akkor is kettő kezdtünk, most megkockáztattuk a teljes hetet, és nagy sikerrel, én azt gondolom. Tapasztalatok? Nagyon jók. Én azt gondolom, hogy folytatni fogjuk mindenféleképpen, és igyekszünk még több izgalmas, alternatív népzene, rockabilly, világzene, rock és mindenféle műfajban megfelelni kedves vendégeinknek. Szerintem a Cosmix az nagyot ütött. A kedd a rockabilly nap azért volt izgalmas, mert ott egyből két zenekar várta a közönséget, és ugye a Nyughatatlan mindenféle díjas zenekar, aki nemrég Dallasban is ezüstérmes lett, az azért nagyon-nagyon vonzotta a hallgatóságot. A szerda Varjú Country volt, az azért volt izgalmas, mert szombathelyi zenekarról beszélünk, és a rengeteg ismerős, rengeteg rajongójuk jelent meg itt Sárváron a Zenekompóton. A csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, abban még éppen benne vagyunk, az utolsó napokról még nem tudok nyilatkozni, de biztos, hogy a tendencia, a siker csak emelkedni fog. Legyünk optimisták! A szombat estét a Madrás zenekar világzenei koncertje varázsolta el. Fehér Nóra, a zenekar énekese, a sárvári koncerten intett búcsút egy időre a színpadnak, hogy hamarosan megszülető kisfiára koncentrálhasson. Ugye a pandémia ellenére is azért elég sok minden történt. Mi, amikor csak tudtunk, azért összehoztunk egy-két próbát, mondjuk elég nehézkes volt. Az év első fele az nekünk is egy picit ugye pihenés volt, amikor még nagyon-nagyon tombolt úgymond a járvány, de hát igyekeztünk azért tartani a kapcsolatot, folyamatosan beszéltünk egymással, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az év is nagyon tartalmasra sikerül. Készítünk egy új videóklipet, a Salmus Hungaricus című megzenésített versünkre, kaptunk támogatást rá, úgyhogy én közben babát várok, hamarosan megérkezik hozzánk a kisfiunk, úgyhogy nagyon sok szép dolog történt, annak ellenére ugye, hogy a világ egy picit lelassult, meg megállt, de hát hál' Istennek, hogy most ma itt lehetünk és muzsikálhatunk. Ennek nagyon-nagyon örültünk, ennek a megkeresésnek, és ezt július 13-án láthatja a közönség, ugye az M5 csatornán. Születtek, illetve születnek folyamatosan az új dalok, hál' Istennek. Nagyon érdekes, hogy ugye a technika mennyi mindenre képes, hogy amikor nem tudtunk találkozni, akkor gyakorlatilag online kezdtünk el egymásnak küldözgetni ötleteket, azokat összerakni. Tényleg egyrészt csodálatos, hogy a technika erre képes, másrészt meg ugye szomorú is, hogy nem tudtunk mindig találkozni. Hát ugye én most egy kis időre kiesek a zenekarból, de azért a következő év nyarát már remélem, hogy újra együtt tölthessük, és addigra nagyon, nagyon szeretnénk, hogyha már az új albumdalai is valamilyen formában majd megjelenhetnének. A Nádasdi Kulturális Központ munkatársai legközelebb július 23-án pénteken várják a koncertek szerelmeseit a Folkon 45 és a Rudáncsó és Kalapács koncertjére a Nádasdi Várba. Jegyek elővételben a múzeumi irodában válthatók. Mi nem sztorikat gyártunk, hanem az új Dacia Sandero. Új Dacia Sandero. Pont elég tökéletes. Új Sandero 1,5 millió forint kezdőbefizetéssel, már akár napi 950 forinttól. Az Autó Baumgartner Kft. Várja a Renault és Dacia személygépkocsik iránt érdeklődőket. Az egységes Renault szabvány szerint megújult szalonunkban a legmodernebb technikai eszközök és felkészült értékesítési tanácsadók közreműködésével választhatja ki az ön számára leginkább megfelelő modellt. Amennyiben megtalálta álmai autóját, akkor helyben hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel és minden új autóval kapcsolatos szolgáltatással állunk rendelkezésére.
Szakértő kollégák segítségével minden modellünkhöz nagy választékban kínálunk tartozékokat, szezonális kiegészítőket. Szervizünkben a következő versenyképes szolgáltatásokkal várjuk. Renault és Dacia személy, valamint haszonjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartása, gépjármű villamossági javítás, motordiagnosztika, karosszéria javítás, fényezés, kárfelvétel ügyintézés. Amíg ön a szervizben autójára várakozik, addig igényesen kialakított kávézónkban vendégül látjuk egy kávéra frissítőre. Újoncként nyerte meg a Fülöp Borozó és Zöldfa Italkert TSE csapata az NB3-as teke bajnokság nyugati csoportját. A megyeszékhelyen sorra került bajnoki éremátadás után a csapat tagjai Sárváron tartottak bankettet. A bajnok csapat tagjai Bődi József, Kondora Zsolt, Dugovics Titus, Szemes Zoltán, Csuka Péter, Rövid Péter, Fodor Lajos, Németh Lajos, Vas László és Fülöp Tamás. A teke csapat első NB3-as szezonja nem volt akadálymentes, és a megnyert bajnokság után sem biztos, hogy hol folytatja a csapat a megváltozott szabályok miatt. A koronavírus járvány alatt leállított, majd újraindult bajnokságot végigvezette a Fülöp Borozói Zöldfa Italkert TSE csapata, azonban a véghajrá izgalmassá vált a csapat számára. 9 csapattal indult újra a pandémia után a bajnokság. Ebből a második forduló után egy csapat visszalépett, mert sajnos nagyon sok betegedett náluk. Elkezdtük játszani, végigvezettük a bajnokságot, és sajnos a végén utolsó 2-3 fordulóban egy olyan vereség csúszott be, egy idegenbe, amire nem számítottunk, és így kiélezett lett a bajnokság. A második, harmadik helyzet csapat játszott egymás ellen, és az volt a szerencsénk, hogy az otthoni csapat azért behozta a mérkőzést, őnekik is kellett a dobogó, és így mi a többi mérkőzés viszonylag nagyon jó fával, jó teljesítménnyel megnyertük, így vártuk a végét, hogy mi lesz a többi csapatnak a mérkőzése, és úgy alakult, hát, hogy mi lettünk a bajnokok. Az amatőr bajnokságban már korábban régóta induló csapat tagjainak jó egyéni teljesítménye is hozzájárult az NB3-as bajnokságban való kitűnő helytálláshoz. Úgy érzem, hogy nagyszerű csapatunk van, 9 emberrel kezdtük a bajnokságot, amiből hát tetszik tudni neki, 6 fő játszik az NB3-as bajnokságban. Egy alapcsapatot állítottunk össze, ugye az első 2 dobónk az majdnem mindig fix volt, akik igazából nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Bődi Józsefre gondolok, aki egy szenzációs, mondjuk egy 511 fás pályacsúccsal tartja az otthoni pályacsúcsot, amit úgy érzem, hogy szerintem az egész szakaszi fordulóban nem is dobott senki. Tehát a többi csapat játékosért beleérve. A második gurítón Kondora Zsolt is egy végig egy nagyszerű mérkőzés hozott. Tehát azt mondom, a 16 mérkőzésből talán egyszer vesztett szettet. Egy nagyon kiemelkedő játékos. A második, harmadik párban rotáltuk úgy a társaságot, hogy aki pihent, hadd játszon egyet, és a befejező 2 párosunk ugyanúgy állandó volt. Tehát megállítottam a neveket, Bődi József, Kondora Zsolt, Fülöp Tamás, Vas László, Szemes Zoltán, Csuka Péter, Rövid Péter. Így állított össze a csapatunk. A tekések indulhatnak akár az NB2-ben is, de a következő bajnoki kiírás jelenleg nem ismert. Ezért még a csapat nem hozott döntést ezügyben. Egy hete volt a díjátadó a Szombathelyen a Megyeházán, és ott azt közölték velünk a Vasmegyei Teke Szövetség, hogy nem tudják, hogy mi lesz még a folytatás. Tehát egyrészt tisztelítő közgyűlés lesz most július 23-án, ott kapunk fővel felvagistást, hogy tudunk-e indulni az NB2-be, vagy maradunk az NB3-ban, mert igazából egy nagyon, nagyon rossz szabályt hoztak, úgy érzem, fönt Budapesten, hogy eddig az NB2-be eltörölték 2 éve az ifi játékost, ami részünkre azt mondjuk, hogy nem olyan jó dolog, mert nem tud fejlődni egy fiatal játékos. Most vissza akarják hozni ősszel az ifista játékost úgy, hogy a 6 főbe szerepel. Nem, hogy külön, mint az NB1-es bajnokságban, hogy külön ifista, ifistával, külön bajnokságban, hanem most be akarják építeni 6 fővel, és nagyon sok csapat tiltakozik, vissza szeretne lépni az NB3-ba. Aminek szintén mi nem örülünk nagyjából, mert most ugyanabban a bajnokságban küzdjük meg, úgyhogy egy osztály kiesik, és ott lennénk az NB1 kapujába. És most megpróbáljuk, hogy
Ha elfogadják, akkor elfogadjuk mi is az MB2-t, ha nem, akkor sajnos várunk arra, hogy a többi csapat mit lép. A bajnokság indulásáig a Fülöp-Borozó és Zöldfa Italkert TSE csapata szeretne erősíteni egy új meghatározó játékossal, hisz mint ahogy a csapat tagjai mondták, mi lettünk a bajnokok, és ezért mindenki minket akar majd megverni. Kedves nézőink, továbbra is sporthírrel folytatjuk. Elhunyt csapattársuk, edzőtársuk és barátjuk Sipos Róbert tiszteletére edzéssorozatot indított a Sárvári Shotokan Karate Egyesület. Az első találkozót 16 fő jelenlétével az Egyesület edzéseinek otthont adó Sárvár arénában tartották. A bő egy órás gyakorlás után az özvegyjel, aki szintén csapattársuk, együtt emlékeztek a sárvári karatékák Sipos Róbertre. Közéleti magazin műsorunk végén következzenek legfontosabb híreink röviden. Megáldották az újraállított 13 város utcai keresztet a városrész lakóinak jelenlétében. Sorompót telepítenek a Hild Parkon átvezető útra, amelynek kihelyezése a térre látogatók biztonságát és nyugalmát szolgálja. Számos premierfilm érkezik a következő hetekben a sárvári moziba, mely a hatályos kormányrendelet értelmében már védettségi igazolvány nélkül is látogatható. Egy kutatási projekt keretében a Soproni Egyetem által vezetett konzorcium a fenntartható mezőgazdálkodás megalapozásának lehetőségeit kutatta, a bajti erdőben egy csemetekertet is felavattak. A Nádasdi Kulturális Központ az idei évben is megrendezte zenekompót rendezvényét, melyen egy héten át minden este más stílusú zenét hallgathattak a sárváriak. Újoncként nyerte meg a Fülöp-Borozó és Zöldfa Italkert TSE csapata az NB3-as tekebajnokság nyugati csoportját. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk július 17-i adását látták. Új közéleti magazinnal július 24-én jelentkezünk majd. Kövessenek bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A viszontlátásra!